Bemondjam egy felvételt, nem tudom, de a lateral G az mennyi neked? Nem, 1,53 volt talán. És a breakinged? Arra mindjárt nézem. Az egy 2274 kilométert mentem ezzel a mercivel. Breaking Jó. 17,7. Nem 15,7. Az viszont neked jó. Na. Várjál, fogadom az invite-ot, csak sikerült belépni. Állj ide mellém. Gyereg ott. Majdnem elállítottam a proceedingemet. Erre bandáztam. Állj, nem tudok bazd meg finoman beállni vele. Jó, állj te mellém, mert ez képtelenség. De akkor állj már meg. Gázpedállal nem tudsz finoman beállni mellé. A mercivel nem. Mi a kézi fékem? Jó, szólj, hogyha gyorsulhatunk. Hát számolj vissza, azt akkor menjünk. A Tropi azt mondja, most akkor indulunk. Szirénára, mit szólsz? Jó. Várjál, te lettem már egy kocsi, bald meg! Jó, ez szarul. Hát nem, az elém jött az ott. De előttem is jönnek. Látom. Megvárjuk. Odassunk vissza. Megpróbálok itt középen maradni. Jó, így jó. Gyere előrébb mellém. Hogy? Nitroztál? Én nem nitroztam, bassz, ne. Hallottam, hogy elnitroztad magad. Akkor forduljunk meg. Kellett a, kellett a lendület. Ugye tolt a nitrot, adom. Várjátok, akkor már jövök. Nem, menjünk grand race-ezni, majd ezt kipróbáljuk. Várjál még egyszer. Egymás mellé. Roy. Ja, gyorsabban gyorsulok. Akkor nyomd be a nitrót. Amúgy szerintem ez a két autó tök ugyanaz. Figyelj, a Revueltónak meg 1,8 a gyorsulása. Nitróval te jobb vagy. Neked itt sokkal nagyobb boost az a nitró, mint én nekem. De várjál, nem volt jó. Tudod, hogy miért nem volt jó? Na miért? Mert nem én nyertem? Lehet igazadban. Nem, biztos, hogy gyorsabb az nitróval, mint az enyém, és méghozzá azért, mivel én nitró szettel vagyok. Ja, nekem nincs vagy a nitró szett. Hullós nitró szett van rajta, és látod, hogy... Kivéljön ára? Utól értél. Na jó, van, indítom. Jó. Az annak nagyobb buxod az a nitró szett. Fú. Ó. Itt egy Jeep. Remélem ez eltűnik. Na, bármilyen legyen a verseny, indulunk. Egy majd perc leteszteljük van. Ezt egy valamilyen pályát, majd kinézzünk egy pályát, azt leteszteljük. Ki kell mennünk? Ó. Crew Motorfest. Boldog új évet mindenkinek. Mindenki boldoguljon, ahogy tud. 44-es? Az egy szám. HC. Na. Rally Race, Street Tier 1, HC. Hozd azt a kis szarodat. Én Hypercar, én a Mercit hozom. Mert én nem azért ők a Mercivel jobb, mint a Bugatti, hanem mert ezt szoktam meg. Megszoktad. Neked is, Betty. Na nézzük. Ez itt a Grand Race. Hát, én kipróbálok megint valami rally raidet. Úgy hoznék valami mást Street Tier 2-be, de tudom, hogy nem jó. Megnézzük el. Street Tier 1 van te. Hogy egyben a abba. Mi? Hát tök jó Street Tier 1-ek vannak. Behozok neked olyan Street Tier 1-et, rommá verek vele mindenkit. Jajaj. Én már nem állok le vele vitatkozni. Nem éri meg. Abszolút nem. De Rally Raid-re is behoztam a vadállatot. Mi a tárt? Na megint? Vagy mi az? Porsche-t? Ki jön a Skyline-nal? Behozottuk olyan a rendőrös izét. Na. Na figyeljetek! Figyeljetek! Mutatom, hogy hogy kell! Én hoztam egy DeLorean-t.
Pedig hely, hopp, egy motor előttem, gyerekek, ezt le kell túrjam. Hát az nem kellett letúrni, ez letúrta magát. Meglöktek levegőbe! Oh! Nyomtam egy izét. Egy dupla-tripla szaltó gyerekek oldalra. Ez brutál jó! Ezt ennyiből szűrted le? Hogy kerültél akkor megél? Eddig jó. Úgyhogy meglöktek. Úgyhogy meglöktek. Ugye tök jó, hogy egy kicsi sok player van előttem, mert nem marad így, izé, ilyen fal. Mit a csekedek a kis BMW-k itt előttem, ilyen Matchbox kocsik? Baszki! Hú, majdnem. Menj már, a retro megy előttem, baszod. Megint? Itt van, persze. Nem akarom meglökni. De megfogom. Nem áll szándékomban, ha nem muszáj. Végsebességre viszont nem jó. De amúgy nem rossz. Átlazak. De ne lökjetek már! Mindegy. Forgat meg az ember. Az a baj, elbaszom a nitrót. Boldog új évet mindenkinek. Rünk. Ki jön mögöttem? Aki mindjárt előtted lesz. Ja, hogy te? Á, elbasztam a vizet. El. Én meg ezt a kesztete. Hihihi, megérkeztem. Azt észrevettem. Nagy disznó, de ez miért fehér? Nem lehet tuningolni sem. Festeni lehetne, de... Jó, néz ki. Nekem az gyárja, az nem nyúltam. Kicsit, mi a fasz ez a lap? Tanyasi internet. Belaggoltam ott a izébe, le is mentem a pályára. Ez jó, ez jó, ez jó kifogás, én is ezt fogom majd alkalmazni. Tényleg amúgy. Nem, de tényleg, erre mindig lehet fogni. A streamben látszik, hogy nem laggol. Á, belaggoltam. Ja, ez az. Kigyulladt a számítógép. Az azért kis tényleges volna. De jó. Már a videókártyám lehetne már hozzá közel. Nyomorék autistok. Amúgy én most már minden autós csoportot meg fogok sérteni szerintem. De egy-két hét és vége. Hát végigmentem az összes autócsoporton. Hogy? Hát a BMW-seket már rommá szívtam a racing kategóriába. Most az audisokat szidom. Ajj, bazd meg, mi ez, milyen Audival megy előttem a csávó? Vagy RS2, vagy RS3. RS2-ből én, akkor RS3 lesz, baromi jól fordul. Igen, arra is van fel a settingja. De amúgy a DeLorean se rossz. Megtudtik, mint a barom. De Audikat úgy hagyom levele, mint ha kicsi lennének. Jó, ezt te se gondolod komolyan. De te mindennel lehagysz mindenkit, úgy mintha ott se lenne. Akkor miért vagy... Miért vagy mögöttem?
ezeket, akik itt vannak, ezeket le tudom. Na gyerekek, nincsen baj az Audikkal, Audival megyek. Most már nem, előbb Audival mentem, most már Mercivel. Jó gyerek. Semmilyen kanyar jelzőm már megint nem hiszem el. Eljött az én időm. Az. Ne lökjél már ki. Nem volt szép. Gyors a kicsike. Hát ő három fölött nitrózzál vele. Levettem a falat. Lőj ki a Bugattiddal, de gyökér! Jó rég Bugatti sok. Adag a izével mennek előttem. Azzal az új Bugattival. Azt meg minden az falat megtalálok, jó. Mint a muszáj lenne. Felborította. Túl lapos tetőre áll, nem áll vissza. Nem, valószínűleg nem tudok megállni vele. Hogy megy ez a rohadt Bugatti? Jó, amúgy nagyon az új, én már behoztam egyszer Grand Race, egy harmadikat elhoztam vele. Nem tudom ember utolérni. Jó, itt laggol valaki előttem. Guttika lesz. Nem. Valami Dark Rider. Á, nem, nagyon, á, jó, ne. Hát meg addig bagiztam, hogy még a idét is elbaszom. Megjöttem. Á, annyira akartam neki nyomni, hogy el is basztam. Rú, Motorfest. Megint a retro lett az első. Persze. Elfogyott a nitró. Nem szebb, mint a Forza. A Forza a részletesebb. A Forza szebb. Ez viszont részletesebb sokkal. Tehát látványosabb. Jó, de kisebb is a map. Nem? Nem, a Forzában 18 km, ebben 28, sokkal nagyobb. Nagyobb? Nagyobb, a másfélszer akkor. Jó, de tegyük hozzá egy 4 évvel újabb játék. Az sokat hozzátesz azért. Hát meg, ja. Hát nem 4 évvel, mert a Forza Horizon 5 2 évvel ezelőtti. Még csak 2 éves. De figyelj, most őszintén, nem akarok beleszólni, nem tudom, hogy lehet, hogy nálatok az internet fos. Nálam így tűéles a kép. Tehát, hogy így nem tudom, hogy mi nektek a ronda. Bye-bye. Nem akarok leállni, veszekedni amúgy tök fölöslegesen. Mindent el tudok olvasni a kilométer, vagy a kormányon is, ugye, amit a kilométer órán. Teljesen hibátlan. Ezerszer jobb kormánnyal vezetni benne, mint a Forzában. Normális kormány fizika van benne. Nem akarok leállni, veszekedni amúgy. Menjetek forzázni, és tekergessétek így a kormányt, és így akasszátok meg. Ennyi. Ez a véleményem, amikor valaki a Forzát elkezdi ízélni, isteníteni. Jó játék a Forza, csak... Igen. Hol a láda? Na. Itt van, valahol. Ja, bent lesz a... ízék mögött. Hát én nem tudom, hogy... Itt a láda érdekel valakit, nem tudom kinek. Jó, csak figyelj, mondok neked ilyen dolgokat a Forzával kapcsolatban, és Forzát is szoktam streamelni, hogy a Forzában nem ismeri fel a kormányomat normálisan, be kell álligatni. Random elveszik a VASD, miközben vezetek. Szóval hagyjuk ezt a Forzát amúgy. A Forzában 100 000-szer annyi bug van, mint ebben a játékban. És valamilyen, milyen érdekes, hogy például nekem, hogyha mondok egy ilyen fun fact-et, és ezzel le is zárom, hogy itt most eltekerem a kormányt, de tulajdonképpen egy felet tudok hajta tekerni, mert ez az autó ennyit tud. De hogyha például kihozok egy másik autót, csak egy ilyen érdekesség, hogy mennyire vannak jó minőségű játékok, és talán az iRacingen kívül más játék ezt nem is tudja, amit a crew tud, én úgy tudom legalábbis,
hogy például beülök mondjuk ebbe az autóba, és elkezdem tekerni, ezzel kitekeri a valósat, amit az igazi autó is tud. És tehát, hogy ez így működik, ebben meg van csinálva, minden le van modellezve, ráadásul például fun fact, mutatom, még arra is odafigyeltek, ami nekem baromira tetszik, hogyha beülsz mondjuk, hol van? Hol a hámige? Hol van a izém? Gyerekek, hol a Kemblokkos Verdán? Ellopták. Tehát, hogyha például beülök, amúgy nem elhanyagolható. Tehát, hogyha beülök normálisan ebbe az autóba, és például megfogom a kéziféket, csak egy ilyen érdekesség rendesen behúzza a karakter. És azért ez élmény szempontjából, ez egy rohadt nagy élmény, szóval nem tudom, hogy ki hogy van vele, szerintem zseniális, de mindegy. Nekem tetszik az, hogy olyan részletekre oda van figyelve, hogy az valami hihetetlen. Mi, és akkor mi a valami? Na, mi a valami? Ne lökdössetek már, légy szíves, hogyha próbálok valamit a kocsival mutogatni, kösz. Indít a Grand Race, de... Crew Motor Fest. Egyébként egy arcade játékról beszélgetünk, a Forza Horizon 5 is egy arcade játék, ez is egy arcade játék, nem tudom, hogy mit akarunk méregetni. Tehát, hogy a legnagyobb probléma az, hogy a Forza Horizont emberek szimulátornak gondolják, vagy simkérnek. Pedig köze nincsen hozzá. De mit akarunk kinézetet amúgy? Hagyjuk már, bazdnek. Rak fel ezt 4K-ba, 40-70-et megeszi. Bazdnek, 50 FPS-sel megy el 4K-ba, leszopod magad, úgy néz ki. Tehát mit akarsz, hogy nézzen ki? Bazdnek, eszmetlen jól néz ki a játék. Ez is, a Forza is. Ha nekem a Forza műjel. Normálisan meg vannak csinálva benne. Ez itt ír kettőbe? Uh-huh. Lamborghini. Bazdnek, hol a Lambom? Itt van. Huracán. Most nem. Én meg nem mondom. Mindjárt mondom neked, de Huracán LP614. Szebb a Forza, én ezt nem mondom. Tehát mehettek egy... Igen. Majd igen, mehettek egy 18 kilométeres mapon, aminek a 90% autópálya. Tehát látványra ez sokkal látványosabb. Tehát a hegyektől kezdve minden látványra sokkal jobb ez, amit a Forza. A Forza szebb, csak a Forza 160 giga, ez meg 30. Ja, és itt lehet őserdőhős egy Ferrari. De jó, figyeljetek, én ezt most itt lezárnám. Room Motor Fest, azzal lezárnám, hogy leszarom, hogy melyik autónak jó a belső nézete, valós a hangja, hogy a tényleg ez a kavics így néze ki, vagy nem. Ha nem tetszik, akkor pörgess el, és nézzél más live-ot. Ennyi. Ha pedig, nem tudom, Csucsú itt van-e még a live-on, ha Banderas nem vesz vissza az arcából, akkor nyugodtan basz ki, de ne 5 percre, hanem úgy véglegesen. És akkor megkönnyítettem a dolgát, azt lehet menni a live-ot nézni, hogy jól érzi magát, azt ennyi. Most... első hely! Na most kilöklek, öcsém, ennyi az első. Hallod, hogy mind a négyen ott vagyunk a... Innen lökjél, baszki, mert... Kipusztítalak! Majd a retro, majd a retro. Á, megjöttek. Első kanyar. Jó, túléltem. Form 1-en nem merek megfordulni. Jó, valami isteni csoda történt. Ez nagyon megúszta, döcsém. Ez most nem tudom ki jött belém hátulról, de annak külön köszönöm. Szerintem Matyi volt. Nem, Matyi elrepült. Gyerünk. Hű, retro, nagy itt van, itt füstölög a seggembe, gyerekek. Azt nem tudom őket utolérni. Hogy a faszomba tudsz így menni, retro, bazd meg. Menjetek már. Hopp, tett player. Tiltásom, hogy végez a szutyok, idegesít a hangja.
Én is nagyon rólad előttem, hogy négy embert. Jajjaj. Jaj, ez ilyen rossz váltás. Á, most fog a retro megelőzni. Meg fog enni reggelire, bazd meg. Beletel a bacsi. Hát te nem tudok vele mit csinálni. Ez most Street Tier 2? Á, úgy megy el mellettem, öcsém, mint a szar. Mint ha nem is lennék itt. Á, és itt érzem a pro-settinget. Lemaradtam, mint a borra való. Nem, gyorsabb nem leszel, csak nem csúszkálsz annyira. Hát de ez az, hogy fékezek a kanyarba, ott ahol ti van. Hol a kanyar? De hol mentél kívül, ember? Ne szopassál már! Itt vagyok! Ilyen rally raidetek! Azt látom, hogy Street Tier 2-be. És? Itt vagyok mögötted, ne aggódjál! Akkor gyere! Jövök! Mögöttek itt egy zsop! Nem tudom, de valaki nagyon meg akar előzni. Igen, az a rohadt Porsche az meg, ez amúgy nagyon betegül tud lenni ez is. Futani so hypercar, igen? Akkor mindjárt beérlek titeket. Á, nem. Nekem még mindig nem a Street Tier 2 meg az egy az én ágam. Valaminek történnie kéne. Váltsunk már autót! Még ne! De, most! Rohadtul váltsunk autót! Ott van idő! Nagyon jó! Mire van idő? Már profit beértem. Az nagyon jó hír, én meg szenvedek a Lambóval. Gyere Gergő, itt van esélyünk valamit csinálni, vagy nem? Jövök! Nem hiszem el! Fó, de szar az a játék! Ennél jobban nem tudok jönni. Ő mindenkinek, sziasztok! Jó, de ott a Street Tiernek együtt elcsúsztát oda. Ugye az már elég éles kanyar lesz, rohadjon meg! Nem tudok többet menni. Pedig most jön az autópályával az meg. De mindegy, mert már én se érek be a top 3-ba. De majd már hiába nyomom neki, inkább megtartom a nitrót, megtartom az ötödik helyet. Hiába, hogy megötted valaki nagyon. Nem baj. Amint benyomom a nitrót, nem tudja megfogni. Nem vagyok biztosítva. Ki? Egyedül megyek, nincs itt senki. Még falnak is neki mentem. Ugye ez Gergő az ugratós pálya. Tényleg? Érzékelem. Tropi, 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 tropi. Álljál meg. Nem ház. Nem ház. De az ház volt, neki mentem. Szép próbálkozás volt. Megcsúsztam! Nincs nitró!
betartalékolta magának. Fú! Ez az 70 nézőt promózzál. A végén! Kapott 5 percet, én kibasztam volna teljesen. Ha a végén nem megyek le a hídon. Ez egy Lamborghini, mi volt az első kocsink? Nem tudom már mi volt az első. Mi volt az első, amivel jöttünk? Melyik kategória volt? Alfa GP. Forma 1. Ja, Forma 1. Hát meg az Ivory Tower-os Alfa GP-vel megyek. Jó, hát nem baszakodik, úgy látszik a Matyi egyből indítja. Ári. Zsolt azt írja, ez simán szebb, mint bármelyik Forza. Nem, egyébként a Forza nagyon szép. Az tényleg most játszottam vele. Nagyon szép. Nagyon szép, de nincs ennyi részlet benne. Ez viszont el kell, tehát, hogy látványra, ez sokkal látványosabb a környezet szerintem. Sokkal. Hát, akkor válasszunk autót. Ugye ez a True Motor Fest. Meg a Lamborghini. Jó ez a Lambó egyébként, csak valahogy most nem tudom. Most nem érzem azt, hogy... Ja, amúgy ha valaki nyugodtan szeretne streamet nézni, akkor javaslom neki a YouTube-ot, esetleg a Twitch-et, ott is megy a live. A TikTokosoknak szólt az üzenetem, hogyha egy kicsit úgy érzi, hogy... A fő közösség a Twitch-en van egyébként, általában. Mi ez a izé szivárvány, nem tudom mi itt a kocsi seggénél nálam? Nem olyan szivárvány. De sokkal komolyabb. Kék-piros. Aha. Mondom. Jó, én értem. Retro kimaradhatna egy versenyből, hogy esetleg legyen esélyünk nyer. Amúgy igen. Hogy ezt nem bánnám. Az a szép, ha őt legyomjuk. Hát azt hiszem. Aha. Igen, csak a 2000 óra játék idejével, ami 80 órán közül miért sem. Mi? Nekik nincsen sokkal több, mint nekünk amúgy. De jó, menjünk gyerekek, mert nem állapot. Mindenki bejön elém? Ről mindenki elkocsanom a követéseket? Hűnyíró egy játék. Előzni kell. Menjél már! Hát befékez előttem! Hát törődjél vele, nyomjad neki! Engem meg kilöknek! Ja. Ember, nem tudom visszahozni az autót az útra. Azaz, te is gyere nekem! Hí, retro nagyon megy. Őt neved, úgy kezdem, de nem lenne itt. Levetted a fát. Most van esély. Ő is tud hibázni. Hát igen, de te is. Ez a baj. Ja, én az első kanyarba elszálltok tök menni. Hát mit? Kilöktek engem úgy, hogy ide keresztbe álltam a fűön, de pont a legnagyobb gyepen hatom. Ahogy jöjjek vissza? Ez fék, ez előttem egy gyep. Jó, elszállt az íven. Én kikapcsoltam, meg visszakapcsoltam, és ezért megjavult. Mert nekem nem volt 3-4 meccsi. Szar, mert nem látom teljesen a pályán. Hű, bazd meg! Gyerünk! Like-ot a TikTokon pörgessétek ezerrel, please! Ez mi volt, öcsém, hallod? Kurva fal! Én is azt kaptam el váltásnál. Mi? Hogy szálltatok bele a fába? Nem a falba, a hídon, a falba. Oda rakott bele, hiába kanyarodtam neki. Igen, nekem is az volt. Hülye, hogy nekem simán beváltotta a kocsit. Örülök, nekem nem.
Ettől nem érzem magamat jobban. A kocsi fogom barabban? Ne maradjál csendben ott előttem, bazd meg, mert azért tudtál megelőzni, mert falnak mentem. És én utána neki mentem a fának, telite. Aha. Vissza kellett töltsen. Jó van, már nekem húzzá. Én már kétszer töltöttem vissza, úgyhogy csönd legyen. Mindenkinek nagy a szája. Anyám, hogy megy az a Porsche? Hát aki nem tud kikerülni egy falat... De ember, ha nyom, tekerem a kormányt! És nekem nem fordul az autó. Hú, megütöm ezt a csávot, hol vagy, gyere ide. Érjutol. Azt mondja, érjutol, jó. Menjél már a szaroddal, légy szíves haver. De van itt jó, ha húzzuk egymást, kacok. Azt mondtátok, hogy a retrofának ment? De. És akkor hogy van az erkehelye? Nála nem számít. Egy sem szép. Ott a fa men neki. Hát ő van az első helyen. De retro nem tud fának menni. A fa tud neki menni maximum. Ha lehet benéztem. Retrót nem lehet elkapni. Hogyha minden egyes izéből, ha ütközés, mindenhol ki tud menni valami. Már megtanult a játékot. Azt hittem még a kanyarig idegy az autómat, de nem jött neki össze. Igen. Én is inkább kontrasztom. Az a spoiler neki a falnak nyomorét. Hú, de bátor vagy ezzel a Pagannival. Balton falig megyek. Most én is. Itt egy Dodge M-et vezetnék, vagy nem tudom. Az szép úr. Ferrari van előtt. Átmentem a fűnyíróba is. Netes lesz. Azaz, befordul. Ott van! Nem előztök meg, nyomorék lett a sósak. Eddig lettél. A harmadik. Az, hogy elektromos villanymotor van benne, köszönöm az ajándékokat, csúcsú. Csak mondom, ha az erdőben nem lök ki, akkor ott vagyok retro mögött. Jaj. Nem ezek, retro mögött. De ezek a ott vagyok, jobb lennék, de nem. Nem, hallod, ott nem lök ki, még meg is nyerek. Figyelj, az a helyzet, hogy retrót is kilökhették volna, de retrót nem lökték ki. Ez a kulcs de, mindig. Nem. Nem láttad, mi volt ott elől. Ha lefagyott volna a számítógép a retrónak, én megelőzöm. Ezt garantálom nektek. Azt tuti. Nézd meg az időt! Nézd meg! Na nézzük. Igen, mit nézzek? Azt a 3 másodpercet. Ja, de az ott van, az a baj. Hát, az pont, az a lökés az erdőbe. Azt mondja, 26. helyről jöttem vissza, mert kiforgattak F1. Ja, na hát akkor megbeszéltük. Tessék, látod? Lényegében én is felborultam, meg újra töltöttem, úgyhogy igen, igazatok van. Ennyi. Ez nem így működik. Na, akkor most csináljuk úgy, hogy ne legyen ennyi ha, és verjük meg. Jó? Elsősorban Matyinak kell vernie. Most nem lesz kifogás, nincs fa. Meg lesz. Oké. Okay. Mindjárt jön valami drift. Kategória. Csak jó. És vége mindennek. Kész. Utol nem értek. Mondjuk ha van drift, akkor lehet, hogy meg tudod fogni. Azt kinézem belőled.
Én sajnos nem tartom. Racing Rally Street Tier 2, tessék. Ezt hogy a francba válogatták össze? Ez esélyes, esélyes. Esélyes a győzelemre, én azt mondom. Hát... jó lesz. Még a rallyra nincs prospectingen, de többire van. Miért nem hozza be valaki például azt a 100 éves mercit? Hozd be! Lassú. Honnan tudod? Nagyon rosszul gyorsul. Azt mondjátok? A izét mondom, 300 esedet. Igen. Urlenhaut kupé. Az RS3 elemest is azért nem hozza senki, mert első kerekes. Semmit nem érsz vele. Ja, bocs. Így van. Oda még mindig nem tudom, hogy Agera vagy Honikor. Hát... a... nem tudom. Nem tudom. Ah, ugye Geri? Komoly meló volt. 2 percig szenvedtem vele, hogy jó legyen. Na. Nincs esélyed a Bugatti ellen, hiába tolsz. Jó van, lejtőn. Lejtőn, persze. Jövök felfele a lejtőn, azt nincs esélyed a Bugatti ellen. Én még mentem lefelé, na? De egész Lambó eleje egy ilyen izé hűtő, nem tudom mi. Főit megverhettek. Most nem került be. Ide elrontottam a rajtot. Nincs olyan, hogy rossz rajt. Dehogy nincs. Hú, ezzel a kanyarral vigyázni! Ment mindenki a erdőbe. Gergő, ezt a Bugattit ott kéne hagyni, nem? Az a Bugatti az jól gyorsul. De a vége szar. A szél árnyéka, így jött a 2000 fostalig. Azok mennek izé füvet. Melyik ötök lökött ki? Hát én biztos nem, mert nem én voltam mögötted. Mert én kicsúsztam keresztbe. Azt láttam, igen. Én úgy hallottam, hogy szabad lökdösődni. Hát de nem egymást, baszd meg. Hát én azt hallottam, hogy játékszabályoknak megfelel. Amúgy bocs, nem direkt volt. Nem baj. Nem mentek kapálni. Ez a könyör, hogy be lehet venni, úgy nézettem. Csimán végig tudsz menni, hogy egyenesen csak szólok. Tudtika, intéztem neked egy első helyet. Nekem nem bírsz. Akkor jövök. Ilyenkor szoktam elbaszni. A nyomást tudod, a nyomás elé. Jó, itt ugrat is ne. Én itt elfelejtettem, hogy ugrat is el. A bosszúálló, igen, ad a titulusom. Én már előlem. Ezt ne. Jó, beváltott. Pont a kanyarba. Ennél. Ez a buzi pálya. Ez az gét 110-re visszalassultam, hallod? Én meg 90-re. Majdnem beleálltam a vízbe az egy helybe. Na mikor? Ó, erre kell menni, bazd meg. Fordod. Street Tier 2-re menni, bazd meg. Ja, Lamborghini. De engem utól érnek, én nem tudom, hogy... Richie XYZ, én nem tudom, mivel jön.
mivel megy a Ford? Én nem tudom, mivel jön a csávó. Citroen szerintem. De ennyivel nem lehet gyorsabb. Szélárnyi. Azzal jön amúgy. Akkor előzzön már meg. Kösz. Haver, legalább legyünk már jó pé, azt húzzál már. Nem tudom, hogy mindenki gyorsabb nálam, tehát ugyanaz az autóval, mint én. Baszomat a kanyargós rétbe. Én nem tudom itt mi a trükk. Egyszer képtelen vagyok úgy menni, ahogy kellene. Öcsém, ez mi? Takarodjál már! Mit csináltál? Hát, hogy sem beleálltam a sziklába. Akkor váltalom, az egy hiba. De örülj neki, mert te még első vagy. Eddig. Kellett neked elkebálni. Ezt kéne beprocettingen, ez egy szar. Jó lenne. Ez a baj, nagyon jó gyorsú, de viszont indulásban meg pörög, mint a téli busz. Ugyanazzal jövünk? Na, hát a nagy szárnyú Forda. Ez lett a kedvenc egyenlőre. De csak azért, mert gyorsulása az, az nagyon beteg. Hába, de szakad a karomba, az meg. Amúgy én ma mentem több, vagy nem, tegnap mentem több olyan pályán is, ami még eddig nem. Ez is most olyan. Micsoda? Én ja. Ezen én nem mentem még ezen. Azt tuti. Pedig a 200 Grand Prix-etben biztos, hogy mentem azon a pályán. De jöttek új pályák. Hol? A frissítésben írták, hogy jöttek új pályák. Most. Ajj. Nem a semmitől repülök. Nem a semmitől? Nem. De bazzeg, ez nem igaz, hogy mindenki megelőtt. Mi van? Kiukadt a kerekem? Vagy nem vagyok itt? Ő mindenkinek sziasztok. Mi van a kocsival? Aca! Street Tier 2! Hú, ebbe leizzadtam ebbe a kanyarba, cső mindenkinek! Még a Magy is érzi ezt a lambót annyira. Nem. Próbálom úgy csinálni, ahogy retro csinálja, de nem megy. Én tropi meg hozzá ezt a szartaligát. Amúgy az nem egy rossz autó. Amúgy a Ferrari is kurva jó, mivel éppen elmentek melletted. Jó, hát az a Ferrari először nekem jött. Amivel én majdnem lesodródtam. Tudod mi a baj egyébként a Lamborghinivel? Bizonytalannak érzem egyszerűen az autót. Bam! Na, szart a liga. És a fűnyíró. Nem érzem úgy, hogy ez határozottan tapadna. Nem, hát. Na. Ez egy szép kanyar volt. Tetszett? Aha. Neked mutattam. Elég közelről láttam.
Én megteszek mindent. Én nem tudom, nekem keresztbe megy a Lambó folyton. Nekem is amúgy. Kormányhoz szerintem nem jó az a kocsi. Nem, ez a processing nem jó kormányhoz. Hát azt nem tudom. De kontrollerhez biztos jó. Ferrari átment fűnyíró. Ez mi? Az komoly geci, ez így elengedhetik Gergőt. Ez egy kérdés volt. Elengedtem mit? Hát a Rigikét. Hatodik helyen vagyok. Hogy a faszomba jött az így föl? Nem tudom. Ember úgy lehagyott az a szarizével, mi a franc volt az valami Ferrari. NFX-vel. Nem, Ferrari volt az. NFX. Az egy NFX. Tényleg az meg, ez egy szaros Honda-val hallod? Az gyorsabb, mint a Lambo. Hát de hogy a francba tudod tényleg? Hát csak érdekes az a baj. Nem, az NSX az kurva jól megy. Az top kocsi amúgy. Az nagyon sokat van a Grand Race-en és jó eredményeket is lehet vele menni. Látom, mert megelőzött az egyik kanyarba. Az egy mocskos új jó autó az NSX. Na mindegy. Nem az NSX középmotoros? De. Azért mondom, az hogy csúszik és olyan könnyen meg lehet tartani az éveket. Ne indítsuk már újra, várjál! Nézé van. Gyerekek, szünet van. Ja. Jókor. Hát bazd, óránként szoktunk egy szünetet nyomni. Én tegnap mentem meg több olyan pályán, tényleg nem csak inkább ilyen földutason, amit életemben nem mentem még rajta. Nem vágom. Na mindegy, lehet, hogy nem. Kontrollerrel, de villanyszüzettel is rossz a street tíres autó. Nem mindegyik, megyek egy szünetre, jövök mindjárt, aztán mutatok nektek adod, ami jó. Kipróbálunk egy-kettőt, jó? Mindjárt jövök.